Megvan az engedelem, de amit rendelnek, a templom. Hol áll a kicsi nyoltár, Isten igéjét ott hallgatom. Orgonozenk szépen, szárnyán száll ájtatos ének, és a szentírás szavai szerte szállnak a községnek. Mintegy 200 táncos állt színpadra szombaton, akik újszerű műsorral készültek az ünnepi alkalomra, amely megkoronázta az ámúl több mint 6 évtized sikereit és élményeit. A Szabolcs Néptánc Együttest és a közönséget a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte. Ünnepelhetjük a Szabolcs Néptánc Együttest immár 65. évfordulóját. Ez óriási szám, és egyik civil szervezet sem élhet meg ennyi időt, hogyha nem végzi kitűnően és kiválóan a munkáját. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az a tradíció, hagyomány, kultúra, amelyre mindannyian nagyon büszkék vagyunk itt Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az mindannyiunk ereje, és ezt átvisszük az egész országba és egész Európában. A Szabolcs Néptánc Együttes munkáját az önkormányzat is támogatja. A városvezetés nevében dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a közönséget, aki kiemelte, mind a város, mind a megye hírnevét is öregbítették a táncosok az elmúlt évtizedekben. Mindannyian nagy örömmel jöttünk ide, egyrészt mert a Néptánc Együttes közössége már 65 éve örömet okoz a közönségének, elsősorban Nyíregyházának, de tágabb körben is. Másrészt pedig, hogy végre itt lehetünk újra a Rózsakert szabadtéri színpadon a járvány után, és én Ágoston Ildikótól megtudtam, hogy tulajdonképpen a szülinapjuk januárban van nekem is, úgyhogy ez külön egy kedves dolog. És hát én azt gondolom, hogy ez a 65 év nagyon eredményes, sikeres és minden szempontból értékes volt az együttesnek is, amely önmagában már több generációt foglal magában, tehát a közönségének, és nem csak az együttes hírnevét öregbítették, hanem a városunk Nyíregyháza hírnevét is. A színpadon minden korosztály bemutatkozott, a legkisebb táncosok is készültek a jubileumi gála műsorra. A gála műsor végén a táncegyüttes vezetője, Ágoston Ildikó meghatódva köszöntötte a nézőket, illetve köszönte meg a táncosok munkáját. Kedves barátaink, azért vagytok itt, mert szeretitek őket, valamennyiünket. Biztos vagyok benne, hogy kötődésetek van valamelyik táncoshoz, vagy családtagotok táncolt, vagy táncol ebben a nagymúltú együttesben. Végtelen tisztelettel és hálával tartozunk nektek, mert nélkületek ez az este nem lenne ilyen kerek. Fordulok a táncosokhoz is. Óriási munka van mögöttünk. Óriási toleranciát tanultunk. Egymáshoz csiszolódást. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm azoknak a csoportvezetőknek, kiemelten Ignác Dalanics Nikolettának és Ignác Gergőnek, akiknek 8 hónapos a babájuk. És képzeljétek el, hogy körülbelül ennyi idő is volt a felkészülés, és minden türelmet, áldozatot, energiát nem kímélve ezen az estén dolgoztunk. A jubileumi gála műsort óriási tapsvihar zárta a Rózsakert szabadtéri színpadon.